Az Aranyfürt Vadásztársaság 53 taggal rendelkezik és 40 éve működik. Csabai János elmondta, a vadászat során figyelembe kellett venniük a lakott tanyákat, az utakat és természetesen a város felőli lövési lehetőségeket is ki kellett zárniuk. Arra törekedtek, hogy balesetmentesen tudják zárni a napot. A napvégi terítéken vaddisznó, róka és őz volt megtalálható. Ezek a vadak a városban számos kárt tudnak okozni. Turkálás a tavasszal a zöldborsót, epret, és akkor ezeket nagyon szeretik. Tehát ezt, ahol felfedik, azt ki is tudják, akármilyen kerítés van, nagyon nehéz megvédeni. Sajnos volt is erre gondunk ezekből. Akkor virághagymákat ki tudják a tanyáknál, tehát a hagymásokat. És mikor érik a szőlő, akkor a szőlőt is eszi a vaddisznó. Az őz a folyamatosan rágja ugye, a szőlőnek a hajtásait is. A fáklyagyújtás célja, hogy végtiszteletet adjanak a vadak számára. Ördög Zoltán már több, mint 30 éve vadászik, számára ez a tevékenység jelenti a kikapcsolódást. Én személy szerint két vadat lőttem, két disznót, nagyon élvezetes volt a vadászat, két konda jött felénk, sikerült mindegyikből egy-egyet kiemelni, egy róka is jött, sajnos azt nem sikerült meglőnöm, de nagyon szép időnk volt és jó vadászat volt. A társaság célja a jövőben is a vadállomány csökkentése lesz, ezért a jövő héten is vadászatot szerveznek.